Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon. Jelenleg 9 óra 47 perc van, itt ülünk az autóba. Itt van a Lucas is. Hello! Épp hogy csak felvettük a szüleimtől, ugyanis nem máshova megyünk, mint a... Hova megyünk? A SeaWorld-be. A SeaWorld-be megnézzük a delfineket, a jegesmedvét, a... nem a kengurukat. A pingvineket. Járkálunk egyet, meg lehet, hogy felülünk valamire. Ugye ez egy ilyen vízi, egy ilyen vidámpark féle, ahol vannak műsorok, ilyen... Már voltunk ott, biztos, hogy láttátok, és ma elmegyünk még egyszer. Az idő nem a legjobb, ugyanis ilyen felhős idő van, ahogy látjátok, de még kora van. Délutánra jobb időpontban nem fogunk sokáig maradni, csak oda megyünk egy ilyen másfél-két órára, ugyanis a Davisnek ugye kell aludni nem sokára, ugyanis mindig alszik ilyen dél környékén, hogy arra hazajövünk, délután pedig nem máshol megyünk, mint vásárolni. Szokás szerint valószínű, kell venni kenyeret, tejet, várják közben, mindjárt zöldre vált a lámpa, úgyhogy megyünk. Megérkeztünk, úgyhogy hoztam ugye a szemegemet, a videószemegemet, úgyhogy ezt felteszem. Ott van szembe. Még nem sokan vannak itt a parkolóba, hogy látjátok, hogy eléggé üres. Készen vagy? Ja. Akkor induljunk. Davis is készen van, gondolom, a feleségem is. Úgyhogy húzom a szemegemet és bemegyünk. Na, menjünk. Egy kicsit felhős az idő, de talán nem fog esni az eső. Na várj, átmegy a túloldalra. Na mi ez, ilyen pólód van? Apá, hol a biztonsági övet? Na gyere te! Hoppala, hoppala! Elő kell keresnünk a belépőnket. Itt vannak a belépők. Itt az enyém, a feleségem. Úgy összél, a Davisnek meg nem kell. Ami 9.30-kor itt elég sokan jönnek ahhoz képest. Ott a túloldalt is, itt is. Bár a hullámvasutak 10 óráig nem nyitanak ki. Nem jön senki. Na, sikeresen átjöttünk. Megnézték a táskánkat, szokás szerint mindig mindenkinek a táskáját megnézik. És hova megyünk először? Innen ki a nagy tömegből? Ja, van itt mindenféle fajta dolog. Ja. El kell rakni a belépőket, visszarakom a zsebembe, a bukszámba. Ott vannak a pingvinek, látod? Ott úszkálnak. Aha. Látod? Ott a pingvin. Ott úszik. Ja, ott úszik. Ott a többi is. Végeztünk a pingvinekkel. Lukasz, hova megyünk? Én nem tudom. Csak sétálunk egyet. Ott fönt, fölmegyünk a vonathoz. Akarunk vonatozni? Davis, akarunk vonatozni? Először sétálunk egyet. Megnézzük a delfineket talán. Nem, Lukasz? Ja, ez a Monroe. Oda be kell, gondolom, menni gyorsan abba a boltba. Körül kell nézni a Nickelodeonba. Ezt nem lehet kihagyni. Mit csinálsz? Te! Itt lesz majd a jetski show. Csak nem most, hanem egy óra múlva, vagy fél óra múlva. Azt hiszem. Majd ide bemegyünk. Lukasz, hogy jársz itt a nagy polippal, meg a... Régre itt szoktak lenni a dinoszaurusok ezen a részen, nem? Emlékszel rá? Itt volt egy nagy dinoszaurus. Hova tűnt? Most kicseréltek egy ilyen nagy polipra, meg egy ilyen hajóra, amit a polip szeret. Hol? Ja, nem, még nincsen. Ott ment a madár. A sirály madár. Oda nézd, mekkora nagy szápa. Látod, milyen nagy a szája, meg a fogai? Ha? The size is not real. Oh, ott is van egy szápa. Ez ilyen kisebb. Ja, látod, milyenek a fogai? Ilyen nagyok. Na, merre megyünk? Lefelé vagy felfelé? Menjünk arra fele. Ott egy sárkány. Milyen sárkány? Nem sárkány. Mi az ott? Itt a Tini Ninja. Látod? Megnézzük? Oh. Jó nagy, mi? Itt vagyunk a gyerek részen. Ja, ezzel készítettünk fényképet. Mivel utoljára itt voltunk, azt hiszem. Ja, nagy gördeszka, hi? Milyen nagy a kereke? Még pörög is. Bye, bye. Megyünk tovább, bye.
Na, mire fogunk felülni? A csészére? Vagy arra a biciklire? Mi az repülőbicikli? Vaj! Mi arra? Hát arra David biztos, hogy nem fog tudni felülni. Hát te arra biztos, hogy fel fogsz tudni, de a David nem. Itt meg tudod, mit csinálnak? A sapkát fogják és ráfestenek neked. Gondolom, amit akarsz, hogy lehet választani. $30, $50, attól függ, miért akarsz. És vannak a delfinek. Biztos fáznak, mert nem jöttek elő. Na, menjünk a lépcsőn. Ja, ott helikopter, jön vissza helikopter. Na, hol vannak ezek a delfinek? Valahol ott lehet, nem? Látod? Mit mondasz? Mi van ott? Ott a túloldalt vannak. Itt van, nézd, ott a delfin. Látod? Ott a víz alatt úszkálnak. Kamerán ne lehet, hogy nem lehet látni, itt ment el. Megvárjuk, hát a kiugrik a vízből, ja? Visszajött a helikopter, oda leszáll, ott a leszállója. Nézd, ott a Dóra. Ja, gyere, felveszlek, jobban lehet majd látni, látod? Ott a Dóra, meg az a majom. Meg lehet őket nézni, fényképet készíteni velük. Ha? Oda akarsz menni megnézni őket? Vagy megyünk tovább? Ó, bejöttünk ide a reggel is kajás részre. Hova megyünk? Mit nézünk itt? Ha? Mi? Lehet itt venni hamburger, meg sült kumplit. Aztán megyünk. Jó drága, $19, oda nézünk. Egy hamburger, meg egy sült kumplit. Menjünk tovább. Ja, látom, ilyen helyeken az étel, meg a hasonló dolgok mindig drágább, mint hogyha ugye nem itt vennéd. Amúgy lehet ide behozni, régen nem lehetett, most már lehet behozni szendvicset, vagy italt, hogyha szeretnél, úgyhogy nem muszáj itt megvenned. Ja, oda be akarunk menni? Na, menjünk be oda. Mit nézünk meg? Ott az a Nemo? Nem? Az a halacska? Na, lehet, hogy nem. Mi van ebben? Nézd, ott a jeges medve, látod? Sokkal. Aztán mi van, ott a pingvin. Ott is sok-sok pingvin. No, that's not a duck. It's a pingvin. Látod? Hello. Lucas, hol van? Lucas, van nézi a jégkrémet. T-shirt? Na, mi állj ez? Jégkrém? Gyönyörű. Milyen jégkrém? Kalipó? Akarsz egy olyat, vagy miért akarsz? Melyiket? Hát akkor vedd ki, amelyeket akarod. Aztán megyünk tovább. Én kiveszem a pénzt, a számból a pénzt. Na, Lucas kapott jégkrémet, a Davis azt mondta, hogy meg chipset kér. Sülkrumplit. Ez is, a Davis nem eszi meg ezt a jégkrémet. Na, milyen az a jégkrém? Még mindig jó. Majdnem megfogy a Lucas, olyan hideg. Meg eszünk ilyen sülkrumplit. Látjátok? Nem más, hogy ketchup-ba. Ugyanis én szeretem a ketchup-os sülkrumplit. Utána pedig nem más, hogy megyünk tovább, nem? Megnézzük a vízi csillagot, vagy hogy hívják? Mond, ott a madár, ott van. Futunk a madár után. Végeztünk az nem ebéddel, nem is tudom, hogy 10 óraival. Nem, arra megyünk, most hagyd a madarakat. Ott is, látod mindenhol. Ugyanis ide jönnek ugye az ételre. Mit? Nem megyünk oda, úgyse tudod megfogni. Gyere. Mi van, Lucas, fázol még? Picit. Ugye nem kellett volna megenni azt a hideg jégkrémet. Vagy kellett volna hozni kabátot. Mit? Ott is van madár. Van, mindenhol van madár. Ide, bemegyünk ide. Megnézzük ezeket a vízi állatokat. Na gyere, felveszlek. Aztán lehet itt pancsolni. Ja, ott a stingray. Látod? Hello! Bye bye, elmennek. Nézd, ott egy nagyon nagy. Te is? Na, gyorsan, te is fogd meg. Ott, pancsolunk. Oda nézd, itt egy kisebb, látod? Ha? Látod? De nem pancsolunk. Oda nézd, mennyi van itt. Látod, mennyi van a vízbe? Ó,
vadonasz. Lukasz, tíz hiába nézni, ne? Oda. Itt. Na gyere, te is megmosod. Oda. És belenyúltunk a vízbe. Na, már majd én nyomom. Megfancsolsz. Sejket? Sejket. Lerázzuk. Én is nincsen törölközünk. Hoppá! Melyiket akarod megfogni? Hm? Egy picit, így. Így. Ó, de nem pancsolunk. Sziszta! Oda néz. Ó, ilyen kemény. Megfogjuk együtt, jó? Oda néz. Seket. Lerázzuk. Na, hogy ide belássunk, mert ugye a cápa itt van bent ebben a nagy vízbe. Ott, le lehet menni velük búvárkodni, ahol mi nem fogunk bemenni, de alulról meg tudjuk nézni, hogy hogy néz ki. Ha csak nincsenek elbújva és alszanak valahol. Ha? Onda lemegyünk, gyere! Ott van, látod? Onda lemegyünk, ott fekszik a cápa. Körbe megyünk, na, futás! Ott a cápa, látod? Meg a halacskák. Nézd! Sák! Lukasz meg akarja még egyszer fogni, nem még egyszer, de nem merte megfogni ezeket a... Mi van? Nem bánt. Olyan, mint a szivacs. Csak olyan... Ha? Oh. Azt hiszem végeztünk, úgyhogy elmegyünk visszafelé, ott vannak a delfinek. Ahogy mikor lesz a műsor velük, azt nem tudom. Itt meg lehet őket amit simogatni. Persze, csak hogy oda bemész, hogy be kell ugye fizetned, ott úszkálnak, látod? Elmegyünk visszafele. A Davis viszi a Lukaszt, ahogy látjátok. Lukasz, erre menjünk, nem arra. Lukasz! Gyere! Végeztünk a SeaWorld-be, a Lukasz elment a szüleimhez vissza, ugyanis oda ment ebédre, majd délután felveszik, vagy hozzák át a szüleim, ugyanis jönnek át, aztán. A Davis közben oda néz. Elaludt, látod? Egy kicsit elfáradt. Végül is egy gyalogoltunk egyet, megnéztük ezeket az állatokat, a vizes állatokat. Jelenleg tartunk hazafelé, itt állok a piros a lámpánál, és lehet, hogy elmegyünk, megnézzünk egy házat kívülről. Ugyanis még nem kaptuk meg a házat, majd holnap kiderül, vagy holnap után, hogy mi lesz. Megnézzük ezt, bár ez a ház szépen néz ki, minden, de egy kicsit távolabb van az iskolától. De abban az árban, amit szeretnénk, és vizen van. Ami egy részből jó, egy részből nem jó. Attól függ, hogy milyen a kert, hogy nehogy véletlenül a Davis belemenjen vagy belássen. Várjál, zöldet kaptunk. De hogy el van kerítve, vagy akkor nincsen végül is semmi gond a házzal. Úgyhogy majd lehet, hogy megmutatom nektek kívül, hogyha odaértünk. Na megjöttünk, ez a ház a fehér garázs ajtóval, meg a fehér kapuval, ahol ilyen kicsit nagy a fű. Végül is az elején van egy ilyen udvar, ahogy látjátok, legalábbis szerintem, mert ilyen téglából van. Ott egy kis luk, be lehet rajta látni, és ez mögött van a ház, meg a víz. Az iskolától egy kicsit messzebb van. De nem tudom. Itt egy nagy hajó, amit látod a szomszédnak. Milyen nagy hajója? Majd meggondoljuk. Reméljük, hogy megkapjuk azt a másfelől is, az jobban tetszik, mint ez. Ez egy nagyon picit drágább, nem nagyon sokkal, nagyon picivel drágább, meg egy picit messzebb van az iskola. Nem picit, messzebb van az iskolától, de közelebb van egy bevásárlóhoz. Úgyhogy, most nem más csinálunk, mint azt hiszem, hogy elmegyünk haza, és reméljük, hogy a Davis nem ébred fel, és otthon tovább alszik majd. Amúgy mutatom, hogy ide kell itt átmenni, itt kell bejönni, és itt a víz, meg ott a víz, amit annyira nem látni, és megy ki az óceánra, vagy a tengerre, de ebbe a zöblös része, és onnét ki majd az óceánra. Megjöttünk, közben aludtunk, bármint a Davis aludt egyet, meg is ebédeltünk. A nap meg képzelek kisütött. Elmentek a felhők, délutánra valószínűleg jó idő lesz, nem délután, ugyanis most már délután van 2:30 van.
Ezt a mai videót én azt hiszem, hogy itt lassan befejezem, ugyanis nem akarom, hogy olyan túl-túl hosszú legyen ugye ez a videó. Most nem más fogunk így csinálni, amúgy elmegyünk venni kenyeret, tejet, meg azt hiszem, hogy más, meg kólát kell venni. Aztán jön haza a Lucas, és semmi más nem csinálunk, ez mondja a feleségem, hogy hozzak neki egy pelenkát. Már itt van a pelenka. Itt tartjuk őket még egy darabig, még el nem költözünk. Hogyha elköltözünk? Hogyha nem kapjuk meg ezt a házat, akkor lehet, hogy nem költözünk. Mondta, hogy akkor nem költözünk el? Akkor lehet, hogy itt maradunk, hogyha nem találunk semmi más. Ugyanis most lassan egy két hét és kifutunk az időből. Utána pedig lehet, hogy alá kell írni ugye a 6 hónapos szerződést, mert annyit adtak most 6 hónapot. Ami megemelték ezt a bérletet, nem tudom, hogy azt mondtam múltkor, hogy nem megemelték vagy nem. $5 hetente. Ami nem olyan túl sok. De mégis sem azért akarunk elköltözni, mert megemelték a rendet ugye $5, de hogyha nem kapjuk meg ezt a házat, és nem találunk semmi más két héten belül, max 3, akkor valószínűleg maradunk itt tovább egy 6 hónapot, és majd utána költözünk. Ma meglátjuk. Úgyhogy, mára ennyit, mindenkinek további szép napot, hogyha reggelt. Jó estét! Szeretnék venni attól függ, hogy mikor nézitek a videókat, ezt szoktam mondani. Sziasztok!